Mindenki fantáziáját izgatja a kérdés, hogy vajon meddig terjeszkedhet az ember a világbőrben. Képesek leszünk egy másik bolygón élni? Találkozni fogunk idegenekkel? És végén milyenek lesznek? Esetleg mi leszünk azok, akik kolonizálják a tejútrendszert, és galaktikus birodalomként elnyomják a többi életformát? Sajnos rengeteg veszély fenyegeti az emberiséget. Egy atomháború, a klímaváltozás, de még a mesterséges intelligencia lázadása is problémát okozhat a jövőben. És egyszer kizsákmányolt bolygónk el fogja élni kapacitásai határát. A jelenlegi tendenciák alapján 2600-ra a Föld lakosai már csak szorosan egymás mellett félnének el, és az óriási energiafelhasználás következtében bolygón fölösen iszanak. Sokan úgy gondolják, hogy képesek leszünk megmenteni a Földet. Azonban véleményem szerint mindig lesznek olyan politikusok, akik nem foglalkoznak a klímavédelemmel, és csak ciklusok végéig látnak. Hiába próbálja az EU környezetvédelemmel bátorítani a tagállamait, ha mindig lesznek Donald Trumpok, akik szerint a globális felmelegedés hazugság. Ebben az esetben hiába fognak össze a kisebb országok, ha Kína vagy az USA félre söpri ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy az űrkutatásba több pénzt kellene fektetni, hogy telepeket hozhassunk létre a Holdon és a Marson. Hosszú távon túl kockázatos az emberiség számára egyetlen bolygón élni. Itt ne csak a globális felmelegedésre és a lehetséges harmadik világháborúra gondoljunk, az űrből is érkezhetnek fenyegetések, kisbolygók vagy üstökösök becsapódása. Ezekről a dinoszauruszok tudnának mesélni. Azonban ha kolonizáljuk a Marsot vagy a Holdat, akkor sokkal kisebb az esély annak, hogy a teljes emberiség kipusztuljon egy hasonló katasztrófában. Elon Musk, többek között a SpaceX tulajdonosa, felvázolta terveit a vörös bolygó meghódítását illetően. 2020-21-ben zajlani fog annak a rakétának a tesztelése, amely egyszer embert juttathat a Marsra. 2022-ben, ha minden jól megy, elküldenének két ilyen Big Falconra keresztelt rakétát a Marsra. Egyelőre emberek nélkül. Ezek 2022 végén vagy 2023 elején érkeznének meg a vörös bolygóra. 2023-ban már az első olyan Big Falcon szeretnék felküldeni, amin emberek is tartózkodnak. Ezt a rakétát hold körüli pályára állítanak. 2024-ben pedig egy vagy két új rakétát küldenének a Marsra, immár emberekkel. Ez 2025-ben érkezik meg. Azonban felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan fogjuk létrehozni a marsi kolóniákat. Az ezekhez hasonló benépesítések általában három fázisban történnek. Az első fázis a felfedező utak. Először egy vagy több kisebb csapatnak fel kell térképeznie a benépesítendő területet. Ez a Mars esetében már megtörtént. Több marsjárót is küldtünk már a bolygó felszínére. Ezután megkezdődhet a második fázis. Egy kis csapat újra elutazik a területre és megpróbál letelepedni. Talán ez a legnehezebb fázis. Könnyen lehet, hogy a Mars esetében akár többször is próbálkoznunk kell. Ebben a fázisban a létrehozott kolónia, a gyarmat, még mindig függ a gyarmatosító országtól, várostól vagy bolygótól. A következő, a harmadik lépés pedig az, hogy valahogy el kell érnünk, hogy a marsi telepek ne függjenek a Földtől. A kolóniának önfeltartónak kell lennie. Egy idő után, hasonlóan mint az új világ esetében történt, bátor vállalkozók fognak érkezni a Marsra a gyors meggazdagodás reményében. Így lassan beindulhat a marsi ipar. Bányászhatnak olyan anyagokat, fémeket, amiket a Marson olcsóbb kitermelni. Illetve a marsi vízből rakétaüzemanyagot is létre lehet hozni, amiben szintén nem kevés pénz van. Terjeszkedésünk folyamán előbb-utóbb találkozni fogunk idegen életformákkal. Az optimistább becslések szerint akár 1 millió bolygó is lehet a tejútrendszerben, amin élet van. A pesszimistábbak pedig 10 és 100 ezer közé teszik azoknak a bolygóknak a számát, ahol élet található. Az emberiség történetében kulcsfontosságú, hogy hogyan reagálunk egy földön kívüli élet felfedezésére. Valószínű, hogy az idegenek, akiket találunk, vagy sokkal fejletlenebbek, vagy sokkal fejlettebbek lesznek, mint mi. Ha sokkal fejletlenebbek, akkor nem lesznek olyan érdekesek számunkra. Tudni fogjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Ez hatalmas eredmény, azonban kísérletezésen túl nem sok mindent tudnánk csinálni pár földön kívüli baktériummal vagy növénnyel.
Ha viszont sokkal fejlettebbek, annak sokkal nagyobb következményei lehetnek. Könnyen lehet, hogy olyan lesz, mint amikor Kolumbusz felfedezte Amerikát. A fejlett gyarmatosítók lemészárolták az egyszerű indiánokat. De ha léteznek idegenek, akkor miért nem jöttek még el hozzánk? Az egyik lehetséges ok erre az, hogy már tudnak a létezésünkről, de hagyják, hogy a saját levünkben följünk. Azonban ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy miért ilyen empatikusak velünk. Gondoljunk bele, mi sem törődünk azzal, ha eltaposunk egy hangyát. Az is egy magyarázat az idegenek hiányára, hogy a világéteme egyszerűen túl nagy, és ez a hatalmas távolság okozza a problémát. A kutatók szerint, ha létezik intelligens élet a tejútrendszerben, akkor a legkisebb távolság, ami lehet köztünk, az 1000 fényév. Ez azt jelenti, hogy a rádiójeleinknek, amik fénysebességgel haladnak, 1000 év, hogy elérjenek egy intelligens életformát, és további 1000 év, hogy az idegenek válaszoljanak. Van itt még valami, amiben érdemes belegondolni. Mi csak elenyészően rövid ideje létezünk ebben a mai formában, az univerzumhoz, a Földhöz és a saját történelmünkhöz képest is. 3,5 milliárd évvel ezelőtt jött létre az első életforma a Földön. Az ember szétválását a majmoktól 4 és 8 millió évvel ezelőttre teszik. A Homo sapiens időszámításunk előtt 400 ezer körül alakulhatott ki. Az ember időszámításunk előtt 30-40 ezredik évben telepedett le, és időszámításunk előtt 3-4 ezredik évben vannak az első írásos feljegyzések. Az űrből érkező jeleket nagyjából 80 éve vagyunk képesek fogni, illetve 60 éve kutatjuk tudatosan. 60 éve! Könnyen lehet, hogy a Földön kívüliek már többször meglátogatták a Földet, de nem találtak semmit. Egyes kutatók azt is felvetették, hogy azért nem tudtunk eddig kapcsolatba lépni az idegenekkel, mert amikor egy civilizáció eléri a mi mostani fejlettségi szintünket, akkor instabilá válik és elpusztítja magát. Én azonban optimista vagyok. Nem hiszem, hogy az emberiség arra vetemedne, hogy végezzen magával pont most, amikor a dolgok egyre izgalmasabbá válnak. Szerintem a jövőnket kevésbé a Földön, sokkal inkább a Marson kéne elképzelnünk. Sőt, ha terjeszkedéseink sikeresek lesznek, akkor mi lehetünk az a faj, amelyben épesíti a tejútrendszert. Ha csak ezt valaki már meg nem tette.